Szeretném megkérdezni, hogy a látottak után van-e még önökben olyan kérdés, hogy alkotni érdemes, vagy van-e esetleg olyan gondolata a művészeknek, hogy még így a saját műveiket látva most van-e olyan visszaemlékezésük, ami hiányzik, és de jó lett volna még azt is elmondani. Hát talán az első kérdésemet most a legelső film alanyához, Rammel Imréhez teszem föl, mert idézzük föl magunkban azokat a kerámia műveket, amelyek készítésének a titkába beavatott a művész. Aztán ugye láttuk, amint a látványtervező művész is a műhely titkokba avatott be minket, és én hallottam itt közben ilyen gondolatokat, mert ismerjük annyira egymást, hogy az összekötő gondolatokban, mintha a színháznak is szerepe lett volna. Rammel Imre, ha kezébe venni művész úr a mikrofont. A színház, mint közösség, hogy gondoltad ezt, amikor azt mondtad, hogy a kerámia műveid és az alkotásaidnak egy ilyen életszínháza terepe, vagy elképzelésed a színházról. Bertalan Tivadar úr pedig másoknak a vágyait valósította meg. Tehát Rammel Imre, hogy látod ezt a színház az egész világ elgondolást? Nem tudom, elnézést kérek, de nem tudok igazán válaszolni most ilyen kérdésekre. Én azt hiszem, mindazt, amit elmondhattam, azt a filmre tulajdonképpen rámondtam, és a színházzal nekem nem is ez a problémám, hanem az, hogy az élet úgy hozta, hogy legtöbb épületmunkám valamilyen módon színházhoz kötődik. Tehát én különösebben nem gondoltam azt, hogy ez a fajta dolog, amit én létrehozok, vagy létrehoztam, ez valamilyen módon színház, hanem egy kicsit úgy, hogy volt egy feladat, ami a színházról szólt, és akkor abban az időben, amikor azt a munkát éppen csináltam, mondjuk a Váci Művelődési Házat, akkor egy kicsit úgy gondoltam, hogy a színháznak azt a részét próbálom megjeleníteni, ami az életben tényleg jelen van. Most úgy hirtelen annyi jutott csak eszembe, hogy egyszer figyeltem, hogy egy rigó, amit elkezdett, illetve egy macska ment keresztül a kerten, és azt vettem észre, hogy egy rigó vergődik a földön, és így dobálja magát. Macska persze ugye utána, és aztán amikor elég messze volt a macska, attól a bizonyos ponttól, amit a rigó fontosnak tartott, kiderült, hogy ott volt a fészke, akkor felszállt a kerítésre, és kvázi röhögött. No, szóval ez az életnek a színháza. És mi ezt legfeljebb dramatizáljuk, keretbe foglaljuk, nem tudom, próbáljuk megjeleníteni. Az én anyagomból én a színháznak azt a részét próbáltam meg, ami hát a természetnek egy más oldaláról jelentkezik, és igazából valószínű senki nem gondolná, hogy a színház. Körülbelül ennyit fog válaszolni. Bertalan úr, akinek alkalmazkodnia kellett a, mondjuk így a nagy filmes elképzelésekhez, most inkább a látványtervező, díszlettervező felére kérdezek rá, és azt mondta a filmben, hogy mindenki szerette, mert békés volt, és szívesen vették még a munkások is, de mit szóltak hozzá a rendezők? Majd megkérdezzük a rendező urat is, de most az alkotó. Mindig egyetértettek, vagy alakult? Hát a rendezők nagyon különbözőek voltak, és különösen különböztek a külföldi rendezőktől. Mert a külföldi rendezők általában azt mondták, hogy ne a bajgass te engem, mikor meg akartam mutatni a munkámat. Ez a te szakmát csináld. A magyar rendezők azok a részletekig beleszóltak. Mint ahogy
szó is volt a film alkalmával, a Várkonyival történt esetről. Persze nem volt harag, mert annyi munkája volt szerencsétlennek, hogy teljesen be volt havazva. De jó barátok maradtunk utána, és az semmi probléma nem volt. Na most én már ifjú koromban rengeteg biztatást kaptam. Az író barátaim azt mondták, hogy fessek, a festő barátaim azt mondták, hogy írjak. Így lettem aztán díszlettervező. Tehát már virizgált bennem a sok műfaj. Én azt hiszem, kakukktojás vagyok. Emiatt bajba volt a Művészeti Akadémia is, hogy melyik szekcióba utaljanak. De hát nagyon jó helyet kaptam a színház szekcióba, ugyanis a színház minden művészetek összessége. Ott a tánc, a zene, a képzőművészet, a jelmeztervezés, a történelem, mindenféle ilyen művészettel kapcsolatos munka lehetőséget kap. Hát tulajdonképpen ez az én történetem. A kakukktojásra arra akarok rávilágítani a kakukktojással, hogy elég repett kakukktojás vagyok. Az miért? Egyik repedésen betűk és szavak nyomulnak elő, hogy mondatokká és könyvekké váljanak. A másik repedésen festék csurog elő, amiből esetleg képek lesznek. A harmadik repedésen végtelen celluloid szallag kígyózik elő, amit még a rendező barátom, Domokos János megtoldott egy pár méterrel. Remekül, mondanom sem kell. Hát akkor most rögtön megkérem, hogy ezt a mikrofont egy kicsit ragadja magához, kedves rendező úr, és mivel arról szólt a történet, hogy mi csak röviden megbeszéljük azt a néhány ihletett pillanatot, amit ilyen filmek látta után lehet látni, de egy rendező hogy látja azt a társat, aki megpróbálta a többiekkel közös varázslatot előadni, és ön pedig egy másik pozícióból, most egy ilyen varázslóról készített filmet. Milyen érzés volt ez? Hát nagyon jó volt együtt dolgozni. Szóval nagyon jó volt együtt dolgozni. Hát a Berci, ugye úgy hívják, hogy Berci. Igen. Úgyis barátok vannak döntő többségében. Szóval nem tudom, nem is tudom másképp hívni. Szóval a Berci az tudja pontosan, hogy a filmforgatás az milyen macerás dolog, és hát fantasztikusan kész volt mindenre, újra ismételni, és a többi, és a többi. Tehát mi nekünk például a vitáink csak a forgatási szünetekben voltak, más természetű, de a forgatás alatt, vagy a munka alatt tökéletes volt, azt hiszem, mindent elfogadtál, minden. Ugye a kedvenc mondata az volt, hogy... Te szakmád, csinál. Hogy neked is jó, ugye az a filmgyártásból hozta, hogy neked is jó, neked is jó, neked is jó, jó, akkor forgassuk újra. Ez volt a tapasztalata a film szakmával kapcsolatban, és ennek megfelelően is dolgoztunk együtt. A nehézség inkább az volt, hogy ezt a fantasztikusan gazdag életművet hogyan lehet bepréselni 52 percben, tehát ugye a látványterv, a szöveg és a képek együtt. Hát talán túl zsúfolt is lett a film, nem tudom, de valamennyire sikerült átadni azt, remélem, azt a gazdagságot, amit Berci képvisel. Szeretnék egy gondolatot még itt a közönség elé tárni, ami nekem, mint művészettörténésznek jutott itt eszembe, hogy mind a két művész többszörös síkon is kivetíti a saját elgondolásait, a belső világát, és ahogy a Strammel Imre keramikus a
agyakísérleteiből végül is olyan szobrokat készített, amelyek az élet különböző helyzeteiben mutatják be az embert. A Minotaurus találtak, és a Minotaurus és az ő szerelmei sorozatot alkotta meg. Bertalan Tivadar pedig kitalálta a 17. Ezekiel profétának az alakját. És abba olyan filozófiai gondolatokat varázsolt elő, amit persze később 10-valahány könyvet írt, azokba is időnként felbukkan. Strammel Imre naplóba írta le a gondolatait, nagyon szép folyókiírással és gyönyörű rajzokkal. A látványtervező, díszlettervező művész pedig festészettel oldotta föl ezeket a dolgokat. Tehát itt azt hiszem, hogy a kedves közönség a rejtélyes kárpitok mögé bepillantva azt láthatta, hogy két ilyen alkotónál, hogy mennyire bonyolult az a folyamat, amire csak úgy azt mondjuk, hogy hát ez a művészet. És ahogy a rendező úr mondta, hát 55 percben mit lehet elmondani egy ember életéről, vagy 52, de megharcolunk mi is néhányan a percekért. Úgyhogy hát akkor másik sorrendben kérdezem, hogy született az Ezekiel proféta történet? Vezekiel proféta figurája. Hát a 17. Vezekiel proféta az úgy született, hogy én félálom állapotban szoktam dolgozni. Amikor nekiállok, az a végrehajtás. És ezt is valahogy megálmodtam. Semmi különös nincs benne, persze az álmokat nem lehet megfejteni, úgyhogy én se tudom megfejteni. No, azért akkor a mikrofont egy pillanatra átadja valamelyikük Strammel Imrének. A Minotaurus hogy született, mint gondolat? Hát a Minotaurus az eredetleg, ugye itt a Minotaurus mi a krétai a változatban ismerjük, mert az lett valahogy általános a magyar, általában az európai kultúrában, de a Minotaurus az eredetleg dumuzi, a két folyam közén a holdisten. Tehát minden férfiasságnak a szimbóluma. És akkor én, amikor kaptam azt a megbízást Pécsett, hogy próbáljam megcsinálni ezt a hidat, akkor az jutott eszembe, hogy a színház tulajdonképpen arról szól, hogy egy férfi meg egy nő kergetik egymást össze-vissza, szerelem meg a legkülönbözőbb dolog, válás, ami létezik, és a rendezők általában egy-egy ilyen bon vivánhoz különböző szubrett és egyéb női szereplőket sorsolnak, hát én is azt próbáltam meg, ami végül is nem sikerült, mégpedig azért, mert egy olyan megoldást találtam ki, amit a filmen lehetett látni, hogy az egymáshoz tartozó, vagy az egymással valamilyen módon viszonyba kerülő figurák alakítják is egymást formailag. Ugye én, nekem forma, a formai megoldás kínálkozik csak, tehát ezt se szavakba elmondani, semmi más nem lehet csinálni. Tehát akkor valahogy kifejezni azt, hogy egy férfinek és egy nőnek a kapcsolata az milyen módon jelenik meg formailag. Most gondoljuk csak végig, hogy ha a szerelemről beszélünk például, az a vágy, ami egy friss szerelmest a partnernőjéhez fűz, vagy próbál fűzni legalábbis, az nem fejezhető ki úgy, hogy egy férfit meg egy nőt én így összerakok. Mert nem arról van szó. Vágyaimban benne van az, hogy én tulajdonképpen teljesen bele akarok olvadni, és azt szeretném, hogy ő is belém olvadjon. Innen van az, hogy végül is az utód, a gyerek, az hasonlít is mind a kettőre, tehát tényleg benne van. Na most, hát ezen gondolkodtam, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni. Nem sikerült, mint mondom, mert a Zsolnai gyár nem vállalta ezt a fajta megoldást, mondván, hogy nem fagy biztos, tehát lefagy télen.
Na most ahhoz, hogy én ezt bebizonyítsam, hogy ez bizony nem fagy le, ahhoz 7 évet kellett volna várnom, mert ennyi ideig tart az, hogy a különböző hivatalos helyeken ez a fagyállósági próba végig menjen. Nekem abban az évben X időn belül meg kellett csinálnom, tehát alkalmazkodtam a zsolnai gyárhoz, és ez a dolog elmaradt. Ebben a játékban aztán kis plasztikába és különböző méretű dologba csináltam meg ezt, ahol senki nem szólhatott bele abba, hogy én mit csinálok. És ott megpróbáltam mindezeket a dolgokat eljátszani. Hát ezt tudom neked mondani. Tulajdonképpen szeretnénk, hogy majd a közönség is bekapcsolódjon, ha lehet ezt kérni, de mint mind a két filmnek két nagyszerű, magas életkort megért és nagyon aktív, szellemű, frissességű alkotója osztotta meg velünk a gondolatait, azt hiszem, hogy van egy jó néhány közös dolog. Én csak úgy felsorolom, amiket megtudtam, hogy például Bertalan Tivadar úr Újpestnek egy kiválósága, a gyöngyszeme. Tudom, hogy Schrammel Imre is élt ott. Kiderült, hogy jártak közös iskolába is valamikor, de hát ezek olyan véletlenszerűek, de az biztos, hogy nem véletlenszerű, vagy nem véletlenszerű, hogy a magyarországi történelemnek ezek a borzalmai, a háborús és az utána következő politikai események melyiküknek hogyan befolyásolta az életét. Hát ez a filmekben, a rendezőre hivatkozom, a rövid kicsi időre nagyon sűrítetten voltak láthatóak, és nem tudom eldönteni 2016-ban, hogy mondjuk a mi generációnk azt mondhatja, hogy szerencse, hogy ilyen gyötréseknek volt kitéve, mert ezekből műalkotások születtek, vagy pedig sajnáljuk, hogy a gyötrelmek után ezekből a dolgokból olyan dolgok kimaradtak, ami esetleg szerencsésebb nemzeteknek a szépség felé vitte az útját. Kérdezem tehát, rendező urat, hogy a történelmi összehasonlítás, most látta a két művet, két művész alkotását maga, hogy látja, hogy ez a történelem mennyire szólt bele az alkotók életművébe? Hát meglepő volt a tényleg a hasonlóság, szóval nagyon nagyon hasonló helyzetek és fordulópontok voltak. Talán, ha jól emlékszem, Bertin, te is jártál Rákosi feleségével együtt, nem? Pontosan. Talán évfolyamtársak voltatok, nem tudom. Ő több évfolyamot elvégzett egyszerre, szerintem. És hát igyekeztek a testőrök elválasztani tőlünk. Ugye beálltak a Mercedes-szel az udvarra, és körbevették, rajztáblát vitték utána, aztán eltűnt valami társaságba, kiválasztott társaságba, és ott magánórákat vett, ugyanabban az iskolában, ahol mi jártunk. És néha folyosón láttuk őt ez kísérettel együtt. Ennyit. És személyes kapcsolatom nekem nem volt vele. Hála a jó Isten! Akkor egy pillanatra azért ezt egészítsem ki, hogy nekem sem volt személyes... Ja, bocsánat. Nekem sem volt személyes kapcsolatom így, de hát miután ő is porcelán tervezőnek tanult, meg én is, nagyon sokszor voltunk egy teremben, és mikor már a 56-os időknek a vége volt, és eltűnt a Rákosi család, akkor én örököltem a vitrinjét. Úgyhogy arra nagyon büszke voltam, hogy ki van írva a vitrinre, hogy Rákosi Mátyásné. A másik, hogy aztán később az archívumban örököltem, illetve megtaláltam azt a diplomamunkát, amire ő azonnal munkácsi díjat kapott. Ez egy teás kanna volt, egy ilyen teás kiöntő, és az volt benne gyönyörű, nem lehetett belőle kiönteni a teát. Tudnélik, egy ilyen visszahajtotta a csőrét, és kilőtt a tetején a teja, de a csőrön nem jött ki. Mindenesetre munkácsi díjat megkapták.
Nos, tehát a művészeknek a órákig tartana anekdoták tömkelege, amit én nagyon szívesen hallgatnék, gondolom önökkel együtt. Egyet azonban mégiscsak megjegyzek. Ez a történelmi helyzet, amire nem biztos, hogy olyan jól tudtam célozgatni, de azért egy valamit kifejez. Szóval most is érezhető, hogy egy ilyen állarc mögé bújtak el akkor. Későbbi hatása ennek. Szóval azért az, hogy mit mondhattunk ki akkor, és hogy lehetett ezt később megcsinálni, vagy kifejezni. Ez egy furcsa, bujkáló korszak volt. Nem tudom, hogy a látványtervező, díszlettervező Bertalan úr, amikor a külföldi meg partnerekkel együtt dolgozott, ezt észrevette, ezt a fajta kettősséget. Hát én többséget vettem észre, nem is csak kettősséget. Tudnélik, ha én visszagondolok az én pályafutásomra, az a kirúgások története. Ugyanis az Újpesti Könyves Kálmán gimnázium 7-éből kirúgtak, mert elmentem világot látni illegálisan természetesen, és a főiskoláról 6-szor. És mindig a tanárok fél év próbaidőkre visszarimánkodtak a tanulmányi osztálytól engem. És akkor nagyon meg kellett húznom magam ezek alatt, a fél évek alatt, és hát mint ahogy a filmben is látható és hallható volt, így akartak megbüntetni, hogy nem kapok diplomát. Aztán a végén kaptam. Szóval a történelem alakította a művészek életét, és a mai időszakban pedig annak örülhetünk, hogy gondolom én itt a többiekkel együtt, akik jobban és közelebbről is ismerjük, vagy majd még jobban megismerhetjük a művészek munkásságát, hogy olyan általános értékeket is sikerült megfogalmazniuk, vagy pedig olyan dolgokra megtanítani a minket, amiben talán érdemes jobban elmélyülni. Én csak szeretném figyelmébe ajánlani, aki még nem vette a kezébe, olvasmányként kölcsönkap Bertalan Tivadarunak az itt is látható Lippi című életrajzi regényét, a Sramli Miréről pedig a filmet is készítő Kernás Gabriellának jelent meg egy monográfiája, majd pedig hosszú küzdelem után nekem is sikerült rávenni a művész urat arra, hogy a naplójából adjon közre egy vaskos kötetet, tehát lehet tovább bóklászni és elmélyedni a dolgokba. Mind a két művész olyan műfajt gyakorol, amely a szellemi szárnyal mellett komoly szakmai és műszaki ismereteket is igényel. Én eddig ezt nem tudtam, hogy egy látványtervezőnek ilyen alapos rajzi felkészültséggel kell elkészíteni a látványterveket. Sramel Imrének a keramikusi munkáját azt láttam, de ott is elborzadtam, amikor egyszer jelen lehettem a szépen megmintázott, csodálatos, telt, gyönyörű nőalak művész szándékai szerinti összenyomorításának. Szóval ő tényleg belerakta ezt a szép, szép figurát, és különféle gyötrelmeknek tette alá, úgyhogy ez csak úgy mondom, hogy attól függ, hogy ki milyen eszközt választ arra, hogy a céljait megvalósíthassa. Hát itt csak művészek vannak, itt csak olyan emberek vannak, akik tudják, hogy mit jelent az alkotás gyötreme, meg a szépsége, úgyhogy biztatok mindenkit. Folytassuk máskor is szeretettel. Köszönöm szépen!